Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Következő csodálatos Farming Simulator 100 éve a mezőgazdaságban bíró sorozat következő részével, amiben 1925-öt írunk. Nagyon gyors infomorzsák történelemből, igazából Németországban kezdenek így elfajulni a dolgok. Megjelenik 1925-ben a Mein Kampf, az én harcom, ugye Hitler könyve, amit a börtönbe írt, és igazából próbálja abba taglalni, hogy hogy képzeli el Németország jövőjét, és ott fogalmazza meg először, hogy milyenek lesznek azok az ária faj, amit ő elképzel, és hogy milyen véleménye van például a zsidó nemzetiségekről, és ugye a cigányokról. Ezen kívül 1925-ben történik meg az is, hogy gyakorlatilag újra szervezés, újra alakítja ugye a náci pártot, és innen már egyenes út vezet számára, hogy kancellári posztba kerüljön majd rövidesen, bár az még egy jó pár év, viszont ugye tudjuk, hogy igazából mi sül ki ebből az egész projektből, amit így dédelget titkon, hát a második világháború fog kibontakozódni belőle, de erről fogunk majd egy csomót még beszélni. Viszont foglalkozunk a mezőgazdasággal. Nagyon sajnálom, még mindig minden egyes részben elmondom, hogy a Hofer traktorok azok nincsenek modolva FS22-be, és nem tudom őket használni, mert már javába elkezdte gyártani ugye a gyár. Nem is tudom hol pontosan, de valahol Budapesten. Mármint azt nem tudom, hogy melyik részén. Oké, gyerekek, csapjuk neki, hát itt pont ott álltam meg, ahol ilyen nagyon-nagyon zuhatagos, egy kicsit ez hangos, nem tudom, hogy nektek is de az. Én így fejhallgatóval játszom, aztán így mindig megtréfál a hangerő, mert rohadt nehéz beállítani. Szerintem egy videósnak ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy a hangerőt sikerüljön neki normálisan beállítani. Rengeteg dolgot kellene ma csinálnunk. Ez így kapott eddig is? Várjatok, egy dolgot passzus, át akartam állítani, mert javasoltátok, hogy valamit tegyek már az ellen, hogy automatikus automatikus motorindítás. Növénytermelő, jaj, most meg nem fogom megtalálni, és azt meg utálom, újra utálom. Járművek, koszó autó, motorindítás, fékezés, arra szóló funkció, üzem, és nincs, és nem itt van. Ez egy őrület, gyerekek, ne haragudjátok. Azt akartam, hogy sebességváltó mód legyen kézi. Kézi, rejsz kézi, ugye? És akkor rámentünk egyet, és akkor a fel és a leváltással valamit kéne kezdenünk, azt meg valószínűleg, hogy itt meg fogjuk találni. Bocsánat egyébként. Bocs egyébként, hogy ezzel tökörészek. Egyébként ne olyan véletlenül is úgy legyen, hogy így tök könnyen megtalálni, nincs egy keresés funkció, gyerekek, annyi billentyű a bassz, hogy a szeme állja meg annak, aki ezt így kitalálta. Gyorsítás, lenézés, felnézés, tengely távolság, tengely tempomat, kormányzási mód, vezetési irány, kézi eszközforgata, kézi tárgy, az játékos, jármű megint, ugye, sűn, kamerakezelés, eszközcsatlakozó, lerakás, édes Isten, hol vagy? Munka, jármű homlokrakodó, daru, kamera, játék, jármű sebességváltó, hogy a szemed álljon meg, testvére, váltás fel és váltás le, azt én itten átállítok, fölfele és lefele gombra, nem tudom mi volt az, eddig, de elmentettük, jó. És akkor elvileg talán akkor megoldódik a probléma. Ja, ez a kamerakezelés volt. De hát ezt elmondom nektek, hogy rottul nem vált. Indul meg. Na. Végre megtörtént az esemény. Ja, hát úgy látszik, hogy nem vált. Jó, hát ezzel elcsesztünk egy csomó időt, bocs. Aztán rottul nem. Lehet, hogy egy másiknál igen, nem tudom ennél, hogy van ez a low, mad, high. Ugye vannak ilyen váltó csoportok is, amit kéne váltani, de nem akarok már azzal tökölni, hogy itt gameplaybe keresem, mert akkor igazából ezzel itt eltöltöm az időt. Jaj, el is felejtettem, hogy kettő darab paut kocsi van mögöttem. Nem akarom ezzel tölteni az időt, mert iszonyatosan sok munkánk van. Augusztus még el tudnánk csipni, akkor el tudnám ugye vetni a földet,
Mert ugye augusztusban például tudsz vetni búzát, meg különböző növényeket, és akkor ugye el tudnék kezdeni, hogyha lenne egy kis búzám, vagy bármi, akármicsoda, akkor tudnék állatokat tartani. Ugye a disznóknak például rohadtul nem kell semmi, az megeszik mindent, ugye ha búzát öntesz neki akkor is. Úgyhogy, jaj. Elkapta gyerekek, elkapta. Ezért akartam még mondani, a tikokat meg a disznókat azokat úgy tartott, hogy az nem kell nekik semmi, tudod. Birkát is ugye tudná tartani. Egyébként igen, van egy nézőm, aki, egy kedves nézőm, aki mindig a méheket javasolja. Hát nem tudom, van egy ilyen méhészetben, amit hogyha azt megveszünk, szerintem akkor fog méhékkel foglalkozni. Bár aztán van ilyen disznó nevelő telep is, ugye. Úgyhogy ennyi erővel akkor azzal is tudnék. Gyerekek, ez a traktor 2 darab idő pautkocsival egy kicsit lehet, hogy erős volt nekük, nem? Erről egyébként az jut eszembe, hogy valaki tud tolatni 2 pótkocsival? Mármint így a real. Nagyon sokan mezőgazdaságból néztek, küldtetek Instán is képeket, meg mindenhol. Megtaláltok, aztán megmutatjátok, hogy hol van a sulitok. Van egy srác, az küldött a képeket a suliából, suliáról. Egyébként most ilyen SnowRunner-es beidegződés miatt így várom, mikor ássa le magát a kerék, aztán hát itt az nem fog megtörténni. Ilyen az, amikor több játékkal játszasz egyszerre, mi? Mi? Egyébként azt nézem, hogy itt jobbra el tudnék menni, és figyelj, itt meg tudnám kerülni az egészet, és akkor nem ezen a szerpentinen kéne lemenni. És szerintem, hát nem megyek el jobbra. Jó, megoldjuk gyerekek. A szerpentin az eléggé tágas volt, ugye? Meg lefele vezet. Meg hogy ezt megrakjuk fával, nem fogom, mi fog történni. Ugye az a cél, hogy megpróbáljuk kivinni innen a fát. Figyeljetek, hogyha elakadunk, akkor leakasztunk portkocsit, azt kirángatjuk, meg minden, így ahogy a valóságban történt. Na egyébként az izéről, a tolatásról az jutott eszembe, most aztán merre kell menni gyerekek, azt mondja már meg valaki, erre. Le kell menni oda, ugye? Utána meg balra le. Tudom ám, hogy hol van a területünk, egyébként el is adhatnám, de egyébként minek? Hogyha nem szorulunk rá nagyon a pénzre, akkor... Akkor nem fogom. Jaj, de jó néz ki ez az izé most itt a fénybe. Srácok, hát de izé van, 11 óra van. Tudom, az idő nem megy, ugye beszéltünk arról, időpörgetés. Majd úgy lesz, hogy inkább gameplayen kívül mindig. Ja, annyit akartam mondani, igen, küldtök képeket. Van egy srác, az a suliáról küldött képeket, és így a... Nem tudom, mi az udvaron, így ki vannak állítva különböző járművek nála. Na most csesztem el az izét, jó? Most csesztem el, mert meg nem tudok tolatni, bazza. Úgyhogy állíthatom vissza ezt az automatist. De ez jó egyébként, mert... most tök jó, mert most azt elkevertem mindent is, mi? Ó, édes Istenem, hogy miért kellett neked ezt hozzá nyúlnod keeperre? Olyat kéne, hogy manuális. Kézi, ez visszaállítom autóvatára, aztán majd én beállítom játékon kívül, gyere, vagy gameplayen kívül, hogy ne azt nézzétek, hogy a keeper itt vérpizzad, hogy átállítsa az irányítást. Mert itt egy kicsit összetettem, ugye volt nekem a izé, eladtam a francba, nagyon sokáig nem farmikoztam, másfél évig kb. Eladtam a, tudjátok, volt az a... Hú, nem tudom milyen gyártmányú volt, egy ilyen kormány, meg ilyen kezelő szerv, aztán akkor be volt állítva a Farming Simulator 22, ott egy kicsit tök jó volt, mert ilyen sebességváltó, így be volt állítva az egyik Joyra, aztán tudtam vele kezelni, hát most aztán nincsen, mivel nincs meg az a szerkezet. Egyébként jó az a cucc, hogyha például csak azzal a játékkal játszol, nekem az volt egy kicsit ilyen frusztráló, hogy azt állandóan lefel kellett szeregetnem, mert ugye én egy csomó játékkal játszom, aztán nem minden egy szimulátor, meg amúgy ide ülök a géphez, ugye nekem vágnom is kell, hát igen, tudom, nem sokszor vágom a videót, de azért higgyétek el, hogy néha igen, néha kell, meg kell csinálnom mondjuk borítóképeket, meg ezt, meg azt, aztán másról nem szólt az a történet, hogy lefel pakolgattam ezeket az eszközöket innen az asztalomról, meg utána le, meg fel. Ja, már hatodszor kezdek be ki annak a történetnek, hogy a srác küldött képeket a suliáról, és ott ki van állítva egy csomó ilyen gép, hogy régi MTZ-t láttam például, meg Hoffer traktort, nem is tudom még miről küldött, meg küldött újabb gépekről is, tök jókról gyerekek. Na itt még le kell vágódnunk. Egy kicsit sajnálom itt hagyni ezeket az utcokat, mert ezeket a fákat lehet, hogy a... Egyébként akkor tudjátok, mikor oldódna meg a probléma, hogy innen kiordjuk a fákat. Ez a pótkocsis megoldás, ez nem rossz, meg hát igazából régen ezt csinálták. Viszont, hogyha tudnék teherautót újítani. Úgy régen egyébként
készítettek, képzeljétek, még gőzhajtású teherautót is. Kb. Olyan volt, mint egy vonat. YouTube-on van róla videó, érdemes megnézni, hogy rendesen közlekednek vele az utcán. Így fel van újítva, vagy valami fellelt állapotú, de valószínűleg felújították. És konkrétan a kabinban van egy... A kabinnak a fele az szinte egy ilyen gőzkazán, amit így rakni kell mind az őrült. De rendesen gumikerekes, meg minden olyan cool működik. Szóval nem robbanomotoros, hanem gőz hajtásos terrautó. Rohadt, nekem nagyon tetszett. Na itt valami kultúrát módon meg kéne fordulni, nem így például. Egyébként nem akarok itt flexelni azzal, de a Fater az mindig ilyen extrém jó tolató volt. Hát, bazzit, mi volt ez a lig? Nem a ligkö van baj. Tudjátok, mi történik? Elmondom nektek, ez a kocsi, ez úgy meglök minket. Kisebb megyünk innen, bazza. Jöjjó. Sándor! Bajok lesznek innen. Nem szabad ilyet mondanom, hogy Sándor, mert Sanyi meg itt megindult. Igen, ez a baj, hogy... És olyan lassan szedi át egyik oldalról a kormányt a másikra, hogy ezt ti el nem tudjátok képzelni. Réjas kerüget, amikor át kell fordítani. Meg kéne valami... Itt? Maza, mi történnek gyerekek velük? Hát rendesen izé. Meg vagyunk itten rökönyödve. Mi a Fater izé volt? Azt tudom, hogy ilyen legendása jó tolató. Nem tudom, két sportkocsiba mennyire ment neki. De azt tudom, hogy ilyen tök jó sztorik voltak ezzel kapcsolatban. Most ez megint csak így spontán jutott eszembe, de mindjárt fogom mesélni. Csak közben csináljuk a munkát. Csak emlékeztessetek, srácok, hogy... Mondjam, hogy figyelj, milyen jó megfordultak, ezelőtt nem fordultunk ilyen jól meg, de oda néz, ilyen lassan szeri át azt a rohadt kormányt, nem tudom, meg kéne egy olajozni, vagy zsírozni, vagy akármicsoda. Na, skacok. Figyelj, irányba állítjuk magunkat, megrakjuk fával a kotlát, azt lehet, hogy el sem fogunk indulni innen. Ugye? Még jó, hogy nem tudja beásni magát a gép. Jó, hát ezt meg is állítom. Hát igen, hát ezt megrakom, nem tudom mi lesz itt, mert ez valószínűleg nem fog megmozdulni se, de azért próbálkozzunk, mert ezt nem szívesen hagynám itt ezeket a renköket. Ja, itt volt egy ilyen kicsi fa, amit nem tudtam vele mit kezdeni, azt egyelőre ide rakjuk. Ezt összecsapom itt a fát. Nem szabad összecsapni a dolgokat gyerekek, de a fát azt igen. Hú, a mérőszalag módot mondjuk lehet, hogy jól lehet volna használnom, mert figyelj, de most ezt akkor tudnám, hogy milyen hosszúra kell vágni. Már já, van nekem itt a mércém, nem? Srácok, van nekem itt a mércém, ezzel tudok itt okumulálni. Kiokumulálom a dolgokat. Ezt a szót biztos senki nem hallotta, csak ilyen iszonyat boomer minden. Hát ez körülbelül pont a hosszúság. Oda nézzél, vagy? Fötalálja magát képelvén az állat. Nem kell itten fittenni. Úgyhogy ezt ide rakom, figyelj, és akkor keresztbe meg tudom hinteni majd. Hát még jó, hogy ide bokorba kellett bedöntenem, mert nem látok kettőig el. Most megy a hizé gyerekek, most megy a német-magyar meccs, ti már tudjátok, hogy mi az eredmény. Most kezdődött, kb. 20 perc, most veszem fel a videót. Nézni akartam, de mondom, videó legyen gyerekek, meg fogtok izélni, meg fogtok kövezni. Ja, nem kapcsol, nem hiszed el, hogy nem kapcsol, ezt mindig elfelejtem megkapcsolni. Nem szoktam én csitülni, de ezt az egy legyen bekapcsolva, mert különben nem tudom, mi a tököt tudnánk csinálni itt, érted? Föl kéne kuglira vágnom be azért a fát. Hi! Hosszi lett? Azt te mondd, hosszi lett, megőrül a keeper. Jaj, nem hiszed el, de miért? Pont hosszi lett, pont hosszi lett. El kell vágni kettébe, vagy valamiben, azt valamire majd besúgansztjuk. Ja, mert ilyen hülye vége lett, nem jó egyenes, nem egyenesbe vágta a hülye gyerek. Ja, most megy a német-magyar, kíváncsi vagyok, mi lesz. Eddig akárkivel beszéltem, azt mondta 2-0-ra kikapunk, egy ember mondta, hogy 3-2 lesz. Hát mondom, te aztán idő vagy optimist. De miért nem megy le, hallod? Ez még mindig hosszú. Hát de miért? Gyerekek, végén még tényleg kuglira fölvágom az egészet. Az a baj, akkor meg szar csardak érte. Elvileg a hosszú fáker azt, ami jobban adnak. Fölkuglizom baza ilyen üzékre, ilyen pizza szeletekre, akkor meg... Ez nem lesz nagyon jó. Jó, hát okosba kell evágni, mert itt tényleg üzék lesznek belőle ilyen pizza szeletek. Na, hova néz? Ez most ez bement a híre. Úgy né. Oké. Okay. Ezt meg majd belőle felobjuk-e? Ez a 2 darab pizza szeletet-e? Így. De azért mondjuk tölti a kocsit ezek a rönkök. Okosabban kéne levágni.
Csak pont ide beledöntötte ebbe a checkmate-be a keeper, azt nem lát kettő, igen. Na várja, akkor okosba. És tényleg oda helyezem a végéhöz, aztán nézzük, hogy mit csinál a gyerek. Körülbelül elmondom nektek. Hát, valahogy így, meg az a hülye a keeper, hogy nem döntötte meg a deugot, igen. Ez most jó lesz. Ki van írva a jobb oldalt? Fa. Ez szerintem gyerekek biztos, hogy nem fogom tudni kivonszolni, pedig ebben a részben még azt is terveztem, hogy evetem a buzát. Úgyhogy... Evetem a buzát. Eltalálta a keeper, csoda történt. Bár két sort, azt nem igen... Várjál, azt hiszem, hogy azon van spani. Van ezen spani? Mert ha van rajta spani, akkor jó világ van. Várjál, mivel spaniz? Errel? Nehogy már ezen se legyen, komolyan. Hát a tököm nem sül el. Ezek a portkocsik, ezek marha jók, de egyiken nincs egy spani, hallod. Hátsóra vagyunk váldva. Semmi. Azért az izé mazzagot azt ismerték szerintem 1925-ben is, nem srácok? Van egy olyan gyanúm, a sanda gyanúm. Ezt a kifejezést, a sanda gyarú, ezt vágjátok. Egyébként múltkor azon gondolkoztam, hogy egy csavó angol kifejezés, ez tök ilyen hajaz, mint hogyha és így összepasszol a magyar nyelvvel. Na izére gondoltam pont a just-ra. Ugye van az a just, az így csak. De az meg úgy csak, hogy így, nem úgy, hogy csak, hogy only, tudod, hogy mit tudom én, csak 8, hanem hogy csak. Miért? Csak, érted? Na várjál, tudod, hogy mind, vagy csak csináld, vagy ért, mint a just do it már. Nem tudunk ezt felhelyezni, várjál. Ki van számolva annyira? Hát ez hiába forgatott be, az akkor se fog beférni, be megint ilyen voltál. Na, és a just, és ha belegondoltok, a magyarban van a just, amit ugyanúgy írják, mint a just, és akkor szokták mondani, hogy just is megcsinálom, just is, mit tudom én, kiment az udvarra, értitek, az olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy just. Tök érdekes, nem? Belegondolsz. Ugye? Úgyhogy az a just, az tök olyan, mint hogyha azt mondom, itt még egy pizza szelet. És van egy baci a közepén eddek. Oké, okay, igen. Nem is tudom másik magyar szó az, meg angol az melyik volt ilyen, amelyik tök olyan volt. Ja, meg a izére gondoltam, azt lehet mondjuk, hogy az tényleg onnan is ered, ugye a pullover. Tényleg ilyen hülyeségeken gondolkozok melóba. Nagyon nem tudok beszélgetni, mert CNC-s vagyok, aztán így el vagyok szeparálva az emberektől. Hát úgy, hogy ugye azért ott a gépnél ténykedek, meg minden, azt hülyeségeken gondolkozok mindig. Csomószor videó ötletem akkor így megszületik. Alig várom, hazamenjek, hogy megvalósítsam. Na, aztán akkor meg a pulóvert is azon gondolkoztam, hogy a pulóver az meg izé. Az meg, ugye át, hát a pull, ugye az húzni, ugye? Az over, az meg, hogy ilyen át szokták ugye mondani, vagy ilyesmi. Gondoltam, nem tudtam hátrébb menni ma. És a pullover az meg viszont olyan, mint olyan, úgy veszed fel, hogy áthúzod a fejeden, nem? És ez lehet, hogy ez tényleg amiatt. Pullover. Nem tudom, aztán lehet, hogy ezek akkora nagy hülyeségek. És beleültetem ezeket a fejetekbe, vagy a fületekbe, azt azért nagyaltok ti is majd, hogy most ez komoly? És ez is real? Van ilyen? Már Google-ben fogadjunk, keres valaki, hogy izé. Az meg ez valós, vagy pedig... Meg szóvicceket szoktam kitalálni. Azt imádják a munkatársaim. Ilyen napi szinten így előhozokodok egy ilyen szóviccel, egy ilyen... Tényleg ilyen a random hülyeséggel, de tök jók szoktak lenni. Csak ugye soha nem jegyzem meg, mert mit tudom én, az egy ilyen instant poénak. Jó, azt oda megyek valamelyikhez, azt elmondom neki, azt jaj ne, bazd, buzzi, ne, tudod. Na, ebben a pótkocsiban azért határozottan több fér, csak egy kicsit itt el kell rendezni. Ez a baj, tudod mi a baj? Elmondom neked, hogy ezt forgatni, a forgatás az nem a legfelhasználó barátabb dolog. Jó, hát egy párat még föl tudunk dobni rá, hát ezt az egészet nem nagyon fogom tudni kivűdni így. Mert ugye, jaj de jó, már mondjuk vékonyodik, a vékonyát tudok rakni. Figyelj,
A vékonyából, az már plató fölül van? Hát, nem nagyon. Mert akkor ugye tudtam volna azt csinálni, hogy ez kilógatom. De nem, inkább menjen be plató mellé. Mert az az igazi. Akkor nem csúszkál jobbra-balra. Jó, megrakom ezt a cuccot. Ezt a pautkocsit. Aztán nem fogok sehova menni vele, mert olyan nehéz lesz. Tuti ez lesz, gyerekek. Biztos vagyok benne. Na, ezt ide neki kéne rakni oda. Homlokfalnak. De miért nem eső le, testvérem? Valami mozduljál már meg, vagy valami legyen veled. Na, érdekes, mint hogyha néha így bebugolna a levegőbe, nem srácok? Milyen érdekes dolgokat csinál ez. Így meg kell piszkálni a botta. Jó, azt elkezdtem, hogy a fater az tök jó tolatott mindig, azt tudom. Egy csomószor volt olyan szituáció, én is emlékszek rá, hogy így, mit tudom én, még traktoros volt, de ugye voltak más traktorosok, és aztán valamikor hoztak nekünk más traktorosok dolgokat, és a mi kertünk vagy udvarunk az nem olyan nagy. És akkor, jó, tolassál be, aztán így kinyitotta nekik a kaput, és akkor volt olyan, hogy ilyen fél órán keresztül ott küzdött, basszus, hogy, hát ugye izéről beszélek, forgószárnyasról, a csávó, hogy betolasson, meg idősebb traktorosok is, rengetegen. Tök szar volt, mert lejtős is az út, ahonnan be kell tolatni, lejt ez egyik irányba, meg még ráadásul jó szűk volt a kapunk is. Egyik srác a csepel még meg is nyomta egyik oldalát, ezt emlékszem, nagyon sokáig úgy volt. Na és akkor volt, aki így fél óra múlva jött, tök mérgesen kiszállt, azt jó, akkor tolassál be! Tudod, azért van ilyen büszkeség szerintem egy a traktorosoknál, hogy azért nem nagyon könnyen adják magukat, meg azt, hogy nem tudnak betolatni, hát azt eléggé nehéz lehet elismerni ilyen, nem végzed olyan jól a feladatodat, érted? De ezek miért röpködnek? Ezek szerintem így az oldal egy nem tök jól meg van csinálva. Ez volt ám a szép mondat? Aztán a fater az meg így beszokott szállni, ismeretlen traktorba is, mit tudom én, amivel nem szokott annyira járni, Zetor vagy akármi, tök jó érzése volt hozzá. Ez ilyen elsőre, és akkor az meg, jó van, tudod, hogy hogy kell itten, azért, mert szar ez a hely. Volt minden, tudod, ilyenkor. Á, nem tudom, itt ez bugosak ezek a fák, figyelj egymáson izének. De miért? Why? Hallod? Miért van el köztük akkor a köz? Ez mi játék? Hiba vagy a pótkocsi csinálja ezt a bukott be? Ez egy kicsit azért kezd rüvelyes lenni, de olyan, mintha sokkal vastagabbak lennének ezek a fák. Hát ez így egy nagy jó nagy szivás. Na, ezt mit kell, meg kell mondanom. Ez érdekes, érdekes, hogy minek a hibája, de csúnya, csúfosan viselkednek itt a fák, úgy látom. Na, viszont oda meg, lehet, hogy egy hosszút kére, ezt akkor hosszába beleküldi. Mindjárt megnézzük, hogy lemérjük a dolgokat. Egy, hát ez baze kettő hosszú, az ember meg sokkal többnek gondolna, nem? Lemérjük, egy a gombáig, kettő a gombáig. Talán befér így. Milyen komolyan mondom, a Farming 19-ben jobb volt a fizika a fának. Ott egy ilyen rendes kuglival megszórtam egy pótkocsit, azt nem volt ide itt el ilyen appelláta, hogy ez is mi van? Gyerekek, itt is a fejcészhetek. Hát, hogyha ezt innen kibüszi, akkor benyalok nektek a disztéren, komolyan mondom. Ez egy ilyen zalai duma. Zalai dumák vannak, ilyen tipikusak, nem is tudom. Amit szoktam mondani, szoktam mondani így másoknak, szoktak csodálkozni, miről beszélsz? Mi a izét az Zalaegerszegen, a nagy busz megállót, ahova tudod befut az összes falusi járat. Tényleg, az összes falusi járat, az olyan izének szoktuk hívni, parasztelosztónak. De nézd meg ez is, mi ez? Miért? Why? Van, mit történik egy Gyöngyösön, gyerekek? Ez így egy kaki. Hát ez bírom, egyébként amiatt szív az ember mindig, mert játék technology problémák vannak. Nézd meg, olyan nagy köz van, lehet, hogy megmozdul a pótkocsi, akkor azt mondja, hogy beugrok oda. De ez így szomorú. Ez meg bazni, láttad? Ez meg tök, figyelj, ledobtad, aztán beesett oda, ahova kell. Nagyon hosszúak, vagy mi van? Itt meg megbotlottam ezekbe a pizza szeletekbe. Figyelj, ez ilyen rage rész lesz, eddig nem volt rage rész ebbe, de ez, most ez egy szudar világ van, gyerekek. Kicsit,
Kipört így kezdi felcseszni. De oda néz, egy túrja szép. Ne! Meg ez, az pattogás, az meg a legcsodálatosabb. Vannak azért itt problémák. Hát ha kíváncsi vagyok, a Farming Simulator 25 valami. Egyébként leginkább nekem a fizika dolgok nem tetszenek. Miért van ez így? És az nem biztos, hogy nem a portkocsi szerintem. Ha? Jó van, ezek mindjárt itt maradnak. Kipör kezdi elveszíteni türelmét, tényleg. Nem vagyok az a fajta ebben a játékban, de... Az olyan dolgok nem szeretem, amik nem rajtad múlanak és bugossak, érted? És akkor szenvedsz vele, hogy nézd meg, a fák a levegőbe röpködnek. És ez tuti le a portkocsi, ez a fának a hibája. A fa meg gondolom nem morod, hanem az ilyen. Jó, akkor megindulunk mind a tavaszi virágok gyerekek, itt meg még maradt egy darab fa. Hát nem baj. Szerintem ezt sem fogjuk tudni elvinni egyébként. Megpróbálkozunk vele, jó? Csettintsük meg, induljunk! Figyelj, ugrik mind a hortiló a gyerekek, figyelj! Real! Fököne ki izélnie, meg kell melegedni egy kicsit. Na. Mit csináltál? Hát viszi ez, mint cigány fasza a vizet. Pont ma haverra beszélgettünk, hogy ilyen csúnya, hülye, akkor nem viccesnek tűrő dumákat, olyan szépen átveszünk az öregektől, hogy az hihetetlen, ahogy idősödünk. Mindig megbotránkoztunk rajta, hogy hogy beszéljenek. Gyerekek, ez a gép, ez ebben van akarat. Ebben van akarat, gyerekek, ebben a gépben. Mindjárt kicsit visszacsurgok. Át kell szedni a kormányzatot. Figyelj, ebben a gépben van akarat. Ez, én már most látom, hogy ez ennek nem lesz akadály itt ebbe az erdőbe. Na, oda sem merek, ha hátsó portkocsira nézzél, hogy mi hullik le, vagy mi nem. De figyelj, oda nézzél, ne vicceljél. Hát rendesen tényleg ugrik, mint a hortilova. Ez amit beszéltünk, hogy hárommal megy, de hogy hárommal mindig is. Meg a Faternak volt az ironikus dumája mindig, amikor mondtam, hogy hát ez nagyon jó traktor, jó, ez fölmenne. Mindig azt szoktam mondani valamire, hogyha az nem tartotta olyan jóra, hogy fölmenne a Sinai hegyre is, ha tudna. És ez ilyen igazi, ilyen tipikál, hogy ha tudna. Még nálunk ilyen anekdóták, most erről jut eszembe, a régi dumákról, hogy emlékszem, hogy a TS-be volt olyan traktoros, ez nem tudom, hogy ez ilyen lokális-e, tehát itt csak nálunk volt ez a duma, vagy ez valós-e, vagy tényleg ezt nem tudom hova tenni, de ezt tudom, hogy szokta emlegetni, hogy volt itt a Pacsai TS környéken egy olyan traktoros, hogy egy nap 25 órát dolgozott, annyit írt be. Kérdezték tőle, hogy, mert mit tudom én, voltak még régen ilyen nagy melók, tudjátok, amikor tényleg 24 órát dolgoztak háború után, azért kellett tolni neki, nem volt olyan, hogy most hazamész, hanem ki ilyen nappa ki voltak, érted? Aztán 24 órát dolgozott, ezt kérdezték tőle főnökök, hát hogy jött össze 25 órát dolgozott, 25-et, és kérdezték tőle, hát, hogy jött össze 25 óra? Hát úgy, hogy nem tartottam ebédszünetet. Mondom, az igen. Mondom, ez igen. Ja, egyébként én is szoktam ilyen 8 órába 9-et dolgozni, még a régi munkahelyemen. Sőt, 8 órába 9 és felett dolgoztam. Ezt adjátok össze, és ki is fizették. Ez halálkom, olyan 8 órába 9 és felett dolgoztam. CNC-s baros voltam, és ott úgy volt, hogy ugye darab szám után fizettek. Tehát úgy volt, hogy megcsináltam 1000 darab valamilyen alkatrészt, és mondjuk tegyük föl, most 5 forint volt a darabja, hogyha megcsináltad, akkor ugye az 5000 forint volt, mondjuk 8 órában. Jó. De minden nap kellett ugye karban tartani a gépet. És azt rá kellett írni a papírra, ugye amit leadtál, hogy mit csináltál, 5000 darab ilyen alkatrészt, vagy 1000 darab ilyen alkatrészt, plusz másfél óra zsírzás és karbantartás. Ezt minden nap a CNC-n kellett csinálni. Oké. Ez így jó ment, mert igazából ugye mit tudom, megcsináltam mondjuk 1000 darab alkatrészt, 5 forint volt darabja, az 5000 forint, plusz minden egyes napra írtam, hogy másfél óra zsírzás, karbantartás. De voltak olyan munkák, nagyon-nagyon ritkán, amik ilyen egyediek voltak, tehát nem darabszámba fizették, hanem órabérben.
És volt olyan, hogy egész nap azt kellett csinálnom. És akkor ugye, nem csináltam, mert ott beírtam, hogy 8 órán keresztül csináltam egyedi munka, ezt, és ugye annak órabéres fizetése volt, és akkor, de még utána odaírtam, hogy másfél óra sírzás, karbantartás. És így kijött, kiszámoltak 9,5 óra, és kifizették. Egyébként egy ilyen izé volt, nagyon vicces volt, mert aki számolta a Kati néni, ő nem értett. Nem értett a technikához. És erre elég hamar rájöttünk. És ugye olyan dolgokat írtunk, ott leesett egy tuskó, megálljunk, fölvegyük gyerekek, legyünk nagyon akkurátusak és precízek. Lehet, hogy megállok komolyan. Ide berakom bazza, ide pont elfér a kormány elé, hallod? Fölpettintöm ide. És be lehetett mindent írni, érted, hogyha mit tudom én, Stokerli támlát, aminek ugye nincsen támlája, még azt is fölírtad volna, még azt is elszámolta volna 5 forint a órá, vagy darabszámra. Tehát úgyhogy ilyen random dolgokat föl lehetett írni, hogy mit tudom én, savar simítózás, 1000 darab. És akkor volt egy olyan alkatrész, hogy mondjuk csavar, és akkor ő nem tudta, hogy azt mondjuk simítani kell a csavar. És odaírtad, és jó, akkor 5 forint, azt is elszámolom, vagy mit tudom én. Ja, szokott ilyen lenni. A Kati néni. Hát ő egy olyan ágyból jött, irodás, aki fogalmaim nem volt ugye az ilyen technológiai dolgokról, lehetett neki írni minden. De a legjobb az volt, mondom, amikor beírtam, hogy 8 óra egyedi munka, meg másfél óra zsírzás, karbantartás. Hát ez úgy adta. Gyerekek, azért figyeljetek, igazából szerintem így a kilométer óra lenne ebbe a kilométer számláló lenne ebbe a járműbe, akkor így 20 km menne bele, még megyünk kettőt, mert folyamatosan rúg a kerék. Yes. De hát figyelj, akarat az megvan benne, akarat az van benne. Nem tudom, hogy a másikkel jobbak lettek volna. Egyébként ennek a járműnek szerintem annyi elődje van, hogy ez se egy ilyen egy Ferrari, vagy mit mondjak, egy rábos Tiger erejével van megáldva. Viszont ez nehéz. Az látszik rajta, hogy masszív. És ezzel a két pótkocsival így elboldogulgat. Lehet, hogy a Forcont lehoztam volna, vagy pedig ugye a Farmolt. Ugye az International Harvester. Akkor lehet, hogy azok azt mondták volna, hogy jó van, akkor felejtsél el minket. Ez nem fog menni. De egyébként a fákkal nem vagyok kibékulva, hogy ez Why történik, hogy ilyen távol vannak egymástól. Figyeljetek, én nem is nézem merre kömelni, hallod, annyira prog vagyunk, hogy az őrület. Na itt azért megfogok. Ja, erre, ugye? Mondjátok, hogy jó fele megyek, nem ám az lesz, hogy bemegyek még mélyebben az erdőbe majd. De viszont nem pattognak el, nem bagolnak el a fák, csak az, hogy ilyen rohadt távol vannak egymástól. Ez nem tudom, hogy mi a tököm ér van, bazzeg, rossz fele jöttem, figyeljetek meg, srácok, ej, baj van, bazzeg. És ez valami komolyan rossz fele jöttem, tutkó. Tutti, gyerekek, együttem, nem jó fele. Itt tekörőre menni balra. Csak itt meg pont van egy ilyen jó nagy lik. Na, itt aztán, hogyha legangolunk, bár most látom, hogy itt meg fogunk dögleni, gyerekek. Figyelj, nem tolom neki, lök minket a kocsit. Ettől jobban félek, mert ugye ezek még ráadásul ugye tényleg ilyen fékezetlen. Semmilyen fékkel rendelkező kocsik. Úgyhogy nem fogunk nagyon hajtani. Rossz helyen gyűjtem le, az, az igazság. Viszont bírom ezt a fahordást. Lesz egy kis lóvé, egy kis muníció majd a jobb gépekhez. Egyébként oké, hogy most ugye még rá egyelőre nem olyan drágák a járműek. Hát a rész csúszik, tolja be, azért tolja kezdve! Drifteltünk, most kell volna az a... Nem tudom, hogy van, Tokió? Tudjátok. A Tokió Driftnek a zenéje. If you know. Tokió. Jó, hát az ének tudásom az... Hagy magam után kívánni valót. Itt még egyébként meg leszünk szenvedtedve, mert itt még lesznek olyan dombok, hogy szerintem a
szeme kifolyik ennek a, kinyomjuk a szemét ennek a gépnek. Hát autentikus frankó, gyerekek, húzzuk neki, toljuk neki, megy ez, mint az ágybaszarás. Annyi egyébként lediferál az egyik oldal, ugye rifizár az még felejtős, gondolom. De a másik azért az elszenvedteti föl. Az egyik kerék az mindig így lediferálgat. Hát lehet, hogy valóságban így nem mertek volna ennek nekiállni, hogy a lovas kocsik neki kötik a, ennek a gyászkoporsónak. Azt így próbálnak itt boldogulni. Mert azt is megnéztem volna, hol rúg el ez a tüskés kerék, ez a körmösnek nevezték. Emlékszem, hogy én nagyon sokáig nem tudtam beazonosítani ezeket a traktorokat, mert ugye arról benne beszéltem, hogy ilyen random neveket aggattak rájuk a itt a faluba. Mert ugye nem úgy volt, hogy most az interneten megnézték, hogy mi a neve a traktornak, hanem a sokszor... Mennyi fölöcsi? Hozzá? Csörlőznék ki. Jajajajajajaj! Elszabadultak az indulatok! Nem áll, hogy itt nem megy föl, mert komolyan mondom, akkor eléjön magam, eddig eljutottunk, hát majdnem ott vagyunk. De az a baj, leszállsz a gázolóba, az meg vissza akar gurulni. Menjél föl, légy szíves, figyelj, jobbra-balra szedjük. Taktik. Gyerünk, ez a taktika jó, jobbra-balra, ez mindig használ, gyerekek. Ez nagyon jó, na itt meg ilyen nagy sár van. Na igen, ugye nem volt internet, meg nem volt források. Gyakorlatilag semmilyen forrás nem volt, hogy azok milyen traktorok, csak amit esetleg így elmondtak nekik így a gépállomáson, hogy na, most akkor kapsz egy MTZ-t, vagy mondjuk kapsz egy ilyet vagy olyat, és azok is gyakran onnan tudták meg esetleg a dokumentációból, hogy mi milyen traktor, vagy pedig megnézték, mi van ráírva, érted? Aztán azt tudom, hogy a én nem, sokáig nem tudtam beazonosítani, hogy a Hofer... gyerekek, hát ezt visszarak, a mekkora volt ez a fa. Sokáig nem tudtam beazonosítani, hogy a Hofer... az konkrétan milyen traktor, mert nem nevezték Hofernek. Komolyan. Hofer azt sose nevezte a Hofernek, hanem körmösnek mindig. Az összes traktoros itt mind körmösnek nevezte. Vagy a körmöse voltam. És néha ugye elkezdték mondani, néha azért mondogatták, hogy Hofer, érted? Akkor meg... hát nem tudta, hogy a körmös a Hofer. De ugye a... úgy gyerekek, rendesen lobog ez a középső porkocsi, az konkrétan egy ilyen vonórudnak használja a Hipper. Na, még azt akartam megmondani, hogy... basszus, mit akar? És ugye van az a HSC, ugye? HSC neve gyakorlatilag a... Hofer gyárnak, na igazából ugye az maga a traktornak a neve, az a márkája, az a HSC. Na azt felejtsd el, azt soha nem hallottam. Ugye a HSC az a, nem tudom, az első az a Hofer, meg a másik kettő ilyen társulásban részt vett egyén és cég. Honnan ered ez a HSC nevezés? Nem nevezés. Nem HCS? Most komolyan mondom, most izé vagyok, depis vagyok, most meg direkt eldobtam a telefonom minden, hogy nehogy zaklassodok. Erre meg lehet, hogy hülyeséget mondok, lehet, hogy HCS, de nem HSC az. Jaj Istenem, akkor most izé lesz, kifaszolok, hogyha rosszat mondtam, gyerekek. Csávorak meg segébe belvar az a rúni. Vagy az, lehet, hogy a veszélye, csak ilyen nagyon nagy, az a rülbazza, ez nagyon kemény a gyerek. Kicsit egyébként olyan, hogy mondjam, ilyen depresszív feje van a csávónak. Nem kicsit, nagyon. Nem is nézzünk, mit. Térképet, mert annyira tudja a Keeper már, hogy köpöl. Na itt hogy fogok elfordulni, az még a jövő zenéje. Szerintem itt az egész be fog borulni ideába a susnyásba, a Keeper meg kinyomja a videót, azt mondja, hogy szerbusztok, sziasztok, elmentem inni egy üveg pálinkát. Hát itt lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, egy nagy ívet kellene meghúzni. Mármint nem nagy ívet, azt nem húzzuk meg a nagy ívet.
Munkatársam hülyéskedett azzal, mindig ismertem egy nagy Ivet nevű csajt. És akkor azon szoktad poénkodni, hogy meghúzod a nagy Ivet? Mármint, hogy Ivet, érted? Mondom, te aztán akkora poénos ember vagy ember. Nagyon durva vagy. Meghúztad a nagy Ivet? Jaj! Legjobb az volt, hogy a... ismertem egy olyat, akinek az volt a neve, hogy Kovács Anna. És úgy rövidített, hatalmas nagy eresztékei voltak, nagy tüdei volt, tudod. Nagy cicikod voltak. És ugye úgy írta a levét sokszor, úgy volt rövidítve, mármint így látom, hogy K. Anna. Tehát Kanna. A Kanna volt a neve, és akkora nagy izei voltak kannái. Nagyon nagy poén! Csöcsös meg fingos poén van egy videóban, az már olyan, mint a Turing autón a matrica, plusz 20 lóerő, bazzal. És fölgyűjtünk gyerekek, igaz, hogy felit elhagytam, tudom ám, csak sumálkolok. Srácok, amire még ha... azt akartam mondani, ne örüljetek annyira, hogy kijöttünk innen, mert én mondok nektek egy olyat, hogy erejjátok magatokat, azban biztos vagyok, figyelj. Na, készüljél, kapaszkodjál. Szembesülni fogsz azzal, amit én most itt elmondok, akkor tényleg szerintem lénye fogsz. Figyelj, még el kell mennünk a falu túlfeléig hárommal. Amelyik, higgyetek el, nem lesz izgalmasabb, mint itt. Oda néz, ennyire van, és nem tud neki rakni. Így húzom neki, és nem rakja neki, hallod. De elmondom nektek, az összes tuskó az valahol elmaradt. Tuskók azok így szávasztava azt. Azok ott rohadnak meg valahol. Jó, majd humuszba jók lesznek. Jó, egyet ide fölöptem előre, de a többi az eltávozott. Na figyelj, nyomok egy tempomatot, mert komolyan mondom, de most mi van? Nyomtam egy tempomatot, testvérem. Nem? Nincsen? Hűha, valamit nagyon... És kitettem üresbe, gyerekek, ez lehet, hogy nem volt jó nekem. Belekeveredtem itt a dolgokba. Ó. A tempomatot nem használjam, kirakja üresbe, tök jó. Hát ez csodálatos dolog. Pedig azt nem állítottam át szerintem. Figyeljetek, lehet, hogy itt kéne fövednem, és ezen a fűjes részen így végigmenni, mint az erdőbe. Karigyórileg, ezt meg is akartam nézni, ezt a fűjes részet, ez Fire Keeper fogom itt az állat. Figyelj, azon gondolkodok, ne csináljuk azt, hogy eljövünk egy gyorsabb traktor, azt megpróbáljuk, hogy mi történik. Vagy már szenvedjük végig. De jó tipordja le, oda nézzél. Jaj, jó néz ki ez. Kíváncsi vagyok, Farming Simulator 25 milyen lesz, gyerekek, mondjatok valami jót, hogy jó lesz. Eddig minden egyes Farming Simulator részt, amikor megjelent, szétfikáztam. De egyébként amiatt, mert én bírom ezeket a részeket, jó ez is. Farming Simulator 22, annak ellenére, hogy tényleg ilyen. Mindig az volt, hogy megjelent, és azt mondtam rá, hogy egy nagy szar, fúj, ez szarben, az szarben, de azért, mert valamennyire azért kritikusan kell hozzáállni szerintem a dolgokhoz. Nem lehet az, hogy mindenre azt mondod, hogy jó. Ezt nem szabad, gyerekek. Nem szabad megalkudni, nem szabad az, hogy ígérnek egy csomó mindent mondjuk, hogy ilyen grafika lesz, meg ilyen fizika lesz, meg olyan, és akkor látod, hogy gyakorlatilag mondjuk a 19-hez képest annyi történt, hogy rádobtak egy valak shader effektet, meg tükröződést, meg mit tudom, javítgattak ezen az Isten tudja hány millió éves engine-en. Mert konkrétan ez van már mióta az egész játék alatt, így mindig így faragnak rajta, hogy na még egy kicsit jó van, még kihúzza. Nem tudom, nem is tudom, miben nyilvánul meg leginkább, hogy... De egyébként jó, nincsen semmi baj. Meg ja, meg ugye mi az, ami jó grafikában nem olyan sokat változott 19-hez képest, hanem ugye hó, most már vannak évszakok, meg mit tudom én, meg ilyenek, hogy amiket ugye konkrétan megcsináltak moderek a 19-hez, meg már talán a 17-hez is, és akkor azt fogták és azt implementálták. Így, van ilyen, hogy izé? Basszus, lehet olyan, hogy évszakok? Mármint a készítők így gondolkoztak, hogy basszus, vannak moderek, csinálnak évszakok, hát te rakjuk bele a játékba. És akkor most már vannak évszakok, gyerekek, wow! Ja, nem számít, hogy módban már volt 5 éve. Á, nem, le van szarva, gyerekek. Úgyhogy jó. Figyeljetek, következő rész. Egyébként nem baj, hogy vannak ilyen kis
tudom, hogy itt még nem annyira sok minden történik. Most ebben a részben is, mármint itt húzzuk ezt, itt az igát, meg a fát. De gyerekek, én biztos vagyok benne, hogy mindjárt elmegyek egy másik traktorra. Én most ne haragudjatok, de én hárommal nem fogok végigmenni itt. Abba az olyan ódzihev. De ez a durva, hogy az a traktor itt is bazze háromba megy. Ugye, ezt leállítom, azt itt hagyom, azt nem megyek gyalog, komolyan. Figyelj, futni meg futsz egy tízzel. De mondjuk az reális is. Nem tudom, melyiket hozzuk. Melyiket szoktunk keveset menni. Menj, hozzuk a idejét, hozzuk ezt, gyerekek. Ökrökkel kellene, mi? Ez, amire elindul. Jó, cudar neki az alapjárat, az biztos. Valaki írta. Mindjárt indulunk, nem gond, nincsen semmi probléma. Ó, hát ez bazen egy versenyautó az előzőhöz képest. Versenyautó. Valaki írta az előző rész alá, próbálok így reagálni a kommentekre, csak mindig elfelejtem őket. Pedig akkor aztán tényleg akarok. Ezeket ki lehet kerülni, vagy előre ütni, vagy mit lehet ezeket csinálni? Ülj, az ezek azt hittem, hogy csak nincsen nekik ilyen hitboxuk, csak ilyen textúrák. Erre meg, beton juhok itt vannak. Én meg nagy képű itt át akartam vágni köztük. Jaj, a tehénnek a tőgyi, az hál' Isten, nem volt betonbú. Ja, mit is akartam írni? Ja, valaki írta, hogy valószínűleg, hogy sörművelés volt a célja ennek az elrendezésnek. Megmondom őszintén, hogy ebben miért kételkedem. Csak logikusan gondoljunk bele, hogy a sörművelés lenne a célja, hogy kevesebb sort tiporsz ki, és azért raknák középre a kereket. Annak mi értelme lenne? Mármint akkor miért nem? Ezzel a kerékkel van, párhuzamosan, és egy síkba. Akkor gyakorlatilag pontosan itt nem tipornák ki, hanem ugyanott menne az első kerék és mind a hátsó, érted? Mind a normál esetben. És úgy ezt nem érteném, értem, hogy a sorművelés miatt miért raknák ki, középre az első kereket. Gyakorlatilag akkor beraknak még egy kitaposó eszköz kereket, érted? Hogyha párhuzamosan raknák rá, úgy mint annál a hátsó kerékkel, egységbe, akkor kevesebb lenne. Jó, most egy kicsit belekeveredtem ebbe a párhuzamosba, meg minden, de értitek? Tolár, remélem, jó. Többen egyébként meg azt írták, hogy a fordulókör miatt, viszont epic brutál fordulókör, az biztos. Figyeljetek most, nem akarom megmutatni, mert olyan lassú. Oda nézd, kitekeri ennyire. Ez megfordul, érted, egy izér. Nagyobb, egy 200 forintosabb. Na! Remélem, hogy nem... Nehogy hárommal, legalább négyel. Gyerekek, már annak is örülök, bazen. Hirtel megyünk, úristen! Na, rendesen félek. Na. Hogy né. Komolyba vegyük, gyerekek, komolyba vegyük. Nézzétek, ott a váltó. A kormányon túl. Azért gratulálok a... Ergonómiát még a szót szabad se ismerték, nemhogy azt, hogy mit jelentene. Szerintem nem is hallottak arról. Mi az ergonómia? Ja, azt akartam mondani, hogy oké, most itt tökölés van ezerrel, de viszont mennek a részek, megy az idő, és ugye mindenképpen el kellene érnünk oda, hogy komolyabb gépek legyenek. Jó, pöcs. Ez mi volt ez, gyerekek? Mi történt? Erre a szántott földre rá merjünk menni? Gyerekek, itt feleklők meg mi? Nem tudom, mi volt ez az 5XP. Fier 5XP-t kaptuk, miért? Szenvedéseinket jutalmaként? Mert bele sem merek gondolni, hogy ez itt nem megy fel. Menjél, more! Hát lehet, hogy máma nem kell vetnünk azt a földet. Azt terveztem, felszántjuk, fölkultizzuk. Aztán... Igen. Jó, de nem akartam ott hagyni ezeket a fákat. Igaz, hogy most is maradt ott, de egy kicsit nyugodtabb vagyok, hogy... Nem az volt, hogy egy darab tuskót kihoztunk belőle, aztán... Ede kuku. Na, menjünk már, na. Kövesedést egyébként kikapcsoltam.
Szóval az már nem lesz gondunk. Hú, gyerekek, tudjátok, mit fogunk ma enni? Ezt most eszembe jutott, mert már nagyon éhes vagyok. Ez mindenről ilyen random beszél a Keeper. Hát ez érdekes. Azt a tudjátok, mit fog enni a Keeper? Elmondom, bazza, meg besírtok, besírtok. Komolyan esküszöm, besírtok. Zsíros kenyeret, paradicsommal, hagymával, piros paprikával, meg egy kis só, meg minden a tálcán, és így, komolyan mondom, hogy a francba lehet az, hogy szerintem nem csak én vagyok így ezzel, hogy annyira az ember kívánja zsíros kenyeret paradicsommal, paradicsommal, vagy hagymával. De tényleg ilyen, olyan szinten csordul össze a gyár az ember szájába, ugye képzeld el, a zsíros kenyér meg van kedve, meg van hinve egy kis piros paprikával, eszed hozzá azt a friss paradicsomot, meg egy kis hagymát is ráadásul, ha nincs rászorva, akkor se, hanem így eszed hozzá, aztán kicsordul, érzed azt a zsír, hogy a szádba így szétolvad, harapod hozzá, vagy eszed hozzá a paradicsomot, olyan szinten fut össze a nyál a számból ettől, mint a legjobb pizzától a világon. Tök brutális. Jó, oké, az ember nem eszik mindig ilyet. Mármint, hogy nyilván, hogyha állandóan ilyet enni, akkor megunod, meg hamar megunja az ember. Nem, nagyon ritkán szoktam ilyet enni. Tényleg sokszor az a probléma, hogy veszek egy ilyen vödrös zsírt. Mármint nem 20 literes vödör, hanem mit tudom én, ilyen 1 literes talán. És akkor eszek belőle 5-ször, egy nyáron, aztán mindig ott marad, aztán nem használom el. Viszont amikor megkívánja az ember, akkor olyan szinten meg tudja kívánni, hogy azt én nem tudom, nem is értem. Pedig milyen egy egyszerű dolog, vajas kenyeret nem tudod így megkívánni, nem? Meg a málkrémes kenyeret, ennyire durván. Ez nem tudom, van egy ilyen csit szerintem, amikor így a világot így összehozták, Isten vagy bárki, aki megteremtette, az így, amikor így állította be, van ilyen csúszka volt biztos a kajákon, tudod? Olyan, ilyen beállítás, hogy finomság, csúszka, jobbra meg balra lehetett húzni, és akkor rántott hús, lehet, hogy jó, fölhúzzuk egész jó, lecsó, jó, fölhúzzuk egész jó, májkrémes kenyér, azt annyira nem húzzuk föl, az annyira nem jó, akkor mit tudom én, ez, meg az, és akkor odaért a üzéhez, a zsíros kenyérhez, akkor lehet, hogy szóltak neki a felesége, hogy te, Józsi, mi is, mikor mész ki pár vágni? Aztán akkor így megcsúszott az ujja, és így felnyomt a maxra. És véletlenül bezárt az editort, hogy tudjátok, mint van a Giant Editor, amikor így megcsinálod ilyen mapokat, meg a modokat, és akkor így felhúzta a maxra, ezt pont bezárta, és rányomott a szévre. És akkor így lett a zsíros kenyérnek az editorba, így a csúszkája felhúzva a finomságon maxra. Azt közben meg belegondolsz, nem érdemli meg, mert annyira egyszerű kaja, nem? Ez durva benne. Hát miért érdemli meg a zsíros kenyér? Rákened bazza azt a zsírt kenyérre, azt mégis szemed kifolyik annyira kivárod. Tudti bazza, ott valamit elcsesztek. Isten teremtette a világot, zsíros kenyérnek editorba felhúzta a csúszkát. Hozz ilyen. Valamikor meg vannak olyan kaják, érted? 3 napig kell elkészíteni, jó túlzás, de érted, dolgozol rajta 5 órát, azt mégse kívánod annyira meg, mint valamikor a zsíros kenyeret. Úgyhogy azokkal a kajákkal meg jó ki lett csezve. Mit tudom én, a diós tésztát, érted? Kívántál még diós tésztát annyira, tudod, van az a, mit tudom, olyan, mint a mákos tészta. Kívántad a mákos tésztát annyira, hogy nyálad kicsordul? Hát szerintem nem. Aztán kell csinálni, és 5-ször addig basszus, mint a zsíros kenyeret. Zsíros kenyeret, előveszed, lecsapod a tálcára, megkered zsírra, paradicsomot felvágod, Isten áldja. Nem érdemli meg, bazza. Valahogy ott tényleg az editorban el lett rondva nagyon. Ó, gyerekek, ez 1000 pénz. Hát akkora zsírgazdagok leszünk, Pészáros Lőrinc 2. Hát ez brutális. Na jó van, aztán szerintem 1800, micsoda? Oda nézzél, még van itt fa, várja, ledobom már ide. Fekete László, Magyarország. Kíváncsi vagyok a zsíros kenyér témára, mit reagáltak? Hát, hogy tényleg valami, vagy a Matrixban, hogy el vagy csezve valami, érted, hogy hát ez nem úgy kellett volna történnie.
Oké, gyerekek, szuper. Vagy a Matrixba is, pont abban a filmben van ugye felhozva, hogy miért van mindennek csirke íze. Honnan tudják, hogy milyen íze volt a csirkének? Ahogy a gépek. És akkor lehet ott is úgy volt, hogy minden megcsinálgattak, meg minden. És akkor nem maradt fenn kaja, és mindennek kitalálták az ízét, ugye, hogyha a Matrixba élnénk, mármint az ilyen virtuál valóságba. De egy darab kajának így megvolt az íze, a zsíros kenyérnek. És akkor azt így be tudták vinni a rendszerbe. Ugye a többit meg mesterségesen előidézték az ízeket, mint akárminek. És akkor figyelj, elő kéne idézni minden kajának a világon az ízét, hogy az emberek azt tudják azt így használni, meg ugyan beleépítsük a mesterséges intelligenciába, vagy a mesterséges virtuális valóságba, a Matrixba. Úgyhogy kéne csinálni mindenhez ízt, egy dologhoz nem kell, itt a zsíros kenyér, ne. És akkor ugye mindenhez megpróbáltak csinálni valami ízt, amit vagy elbasztak, vagy nem. De a zsíros kenyérnek ott volt az íz, azt be tudták vinni, és az ilyen epic jó finom volt. Nem tudom. Tényleg. Jó, bocsánat. Kicsit elkalandoztunk, meg egy kicsit tényleg mindenről dumáltunk ma ebbe a részbe. Következőben várlak benneteket, következőben mezőgazdálkozunk. Meg állattenyésztés, rá kéne menni. Kellene venni disznókat, gyerekek. Oké? Okay. Ez lesz szerintem a projekt. Hát ez a fakitermelés, ezek ilyen gépekkel arra rájöttünk, hogy nem éri meg. Ez akkor lesz jó, hogyha megjönnek az első terrútok, vagy a gyorsabb, erősebb traktorok. Hát figyeljetek, ilyen traktorokkal végigrángatni onnan a érted 10 km-re az erdőtű ide, hát a tököm majdnem leszakadt, amire végigzögykölöttem ezeken a kotlákon. A gyászkoporsókon. Na, jó, köszi szépen a videót, a figyelmet. Mindig elfelejtem megint, pedig azt megfogadtam magamnak egy hónappal ezelőtt, hogy mondom, hogy dobj egy lájkot, ha tetszett a videó, segítesz a csatornának. Thank you very much. Ciao, csumi.